Amit szentül hiszik emberek, hogy ez a világ közepe, hát én is hiszem, miért ne hinném? Máté Szalka dala is felcsendült a városnapi ünnepségen. A település történetében kétszer is kapott városi rangot. Elsőként 523, majd 53 évvel ezelőtt hangzott el az eseményen. A rendezvénynek a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ Szalkai László terme adott otthont. A város polgármestere kiemelte, az elmúlt évtizedekben sok változáson átesett a település, a helyi közösséget formáló értékek azonban nem változtak. Ez egy csodálatos közösség, és most is nem tudjuk, hogy hogyan alakul ez a háború, meddig tart. Lehet, hogy gazdasági válság fenyeget, de egy dolog nekünk, Máté Szalkaiaknak, a Jóisten kegyelméből megadatott. És ez pedig a közösségünk csodálatos ereje. Támaszkodjunk erre, és a Jóisten tartson meg bennünket, mindnyájunkat, hogy sokáig tudjunk erre az erőre támaszkodni. Az ünnepségen részt vett Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki többek között a helyi közösségekben maradandót alkotók szerepéről is beszélt. Nem is beszélhet senki másról, mindenkinek arról kell beszélnie, hogy egy közösség az a benne élő embereknek a lelkületének közössége. Bármit építhetünk, bármilyen szépet, bármilyen jót, ha abba élet nem költözik, akkor az csak egy üres épület lesz. És azt gondolom, hogy Máté Szalka egy olyan város, ahol az emberek lelkülete megtöltik azok az épületeket, amelyek vagy elkészültek már, vagy el fognak készülni, de mindenféleképpen remény van arra, hogy jövője van egy városnak. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, a város egészségügyéért kitüntető címet Meleg Mihályné vezetőápoló és dr. Gergely Nándor házi orvos vehetett át. Hirsmanné Marosi Anna az önkormányzat pénzügyi iroda vezetője, és Tárkányi Ákos a Városfejlesztési Csoport műszaki és beruházási ügyintézője, Máté Szalka közigazgatásáért díjat kapott. A város közbiztonságáért díjat pedig Bicskó Csaba tűzoltó főtörzsörmester és Kovács Árpád rendőr alezredes érdemelte ki ebben az évben. A díjátadót követően Palánki Ferenc megyés püspök megáldotta Szalkai László szobrát, melyet Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész készített. Áldja meg ezt a szobrot a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A városnapi eseménysorozaton kiállítás is nyílt Máté Szalkán. A DNS galériában 20 helyi képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat.